A helyszín Tornaalja városa, ami a névhasonlóság ellenére sem az egykori Torna vármegyében van, hanem Gömör-Sik vidéki részén. A névadó azonban nincs messze a középkori eredetű református templomtól. Tornaalja valóban a történeti Gömör vármegyének a szívében fekszik, hisz tőlünk pár kilométerre a Sajó túlpartján van Sajógömör, a megyének a névadó települése ott állt az államalapításkor, illetve hát a vármegye megszervezésekor épített vár. Most itt a tornaaljai református templomban beszélgetünk, és mielőtt a templomról magáról szólnánk, talán a családról, a tornaaljai családról hadd mondjak néhány dolgot, mert érinti ezt a templomot. A tornaaljaiak őse egy Bolok nevű férfiú a 13. században. Ő az, aki tőlünk alig néhány száz méterre az úgynevezett Zoltán kertben az ott lévő mészkő sziklára várat építetett, és erről a várról, vagy toronyról nevezték el a települést Toronyaljának, azaz Tornaaljának. Magát a települést az okiratok ezen a néven 1291-ben Sajógömör, a szomszédos település Sajógömör határjárásában említik. Aztán kb. 15. századig lakták ezt a lakótornyot. A 90-es években régészeti föltárást végeztek, túl gazdag leletanyag nem került elő, elsősorban fémeszközök, szerszámok, fegyvermaradványok, illetve cserép, kályhacsempe, tehát cserépmaradványok kerültek elő. Tehát innen ered a település neve, mert korábban, mint mondtam, kövi formában fordult elő, és Toronyalja, majd aztán így módosult Tornaaljára. Tornaalja Rimaszombattól keletre, a Sajó balpartján és a Rozsnyó felé tartó út mellett fekszik. A település egyhajós, késő gótikus stílusban épült tekintélyes temploma, a vártól keletre, annak közelében épült föl. Gótikus támpillérei ma is láthatók, középkori eredetű tornyának tetején a gúlasisak viszont már klasszicista stílusú. Ez a 15. században épült, és amivel az abban az idő, arra az időszakra esik az építésnek az ideje, amikor Giszkra, Huszitáj, Gömört is megszállták, tehát az elmúlt hát egy 20-30 évvel ezelőtt még az volt a közhiedelem, hogy a templomot a csehek építették, de erre semmi írásos jel nem utalt, tehát ez valószínűleg egy, ahogy mondtam, az időbeli egybeesésnek köszönhető. 1568-ból már ismert a református lelkipásztor neve, és ezután már református gyülekezet alakult. Tudni kell, hogy a legutóbbi népszámlálás alapján 1012-en vallották magukat reformátusoknak, tehát azt lehet mondani, hogy Rimaszombat után itt a Gömöri Egyház megyében ez a legnagyobb, második legnagyobb gyülekezet. Tornaalja anyaegyházközség, hozzátartozik még a királyi leányegyházközség, és szórványai vannak Méhi, Gömör és Szárnya, ahol tulajdonképpen nincsenek templomok, de külön istentiszteleteket tartunk, vagy egy közösségi házban, vagy iskolában, Gömörön, a Sajógömörön, a evangélikus templomban. Valamikor régebben ezekből a szorványokból ide jártak a tornaaljai gyülekezetbe. A reformáció századában a protestánssá vált gyülekezet vette át a templomot. Belső berendezése később ennek megfelelően alakult át. A barokkorban készült a festett kazettás deszka mennyezet és a díszes barokk szószék. Persze a reformáció itt sem ment könnyen. Emléktábla emlékeztet arra, hogy Tatai Sámuelhez hasonlóan számos gömöri gyülekezet protestáns lelkipásztorát ítélte gálya rabságra 1674-ben a hírhet pozsonyi vésztörvényszék az ellenreformáció idején. De ma már több templomú Tornaalja is. Van katolikus is, evangélikus is. Tornaalja elég sokáig, tehát a 20. század első feléig a Méhi nevű településnek volt a leányegyháza, tehát a katolikusok Méhihez tartoztak, és aztán tulajdonképpen a 19-20. Század fordulóján
kezdett növekedni a katolikus lakosság számaránya. Ugye 31-32-ben építették a katolikus templomot is, és az evangélikus templomot is. Gömörre jellemző egyébként egy viszonylag nagy számú evangélikus lakosság, vagy vallású lakosság. Maga a település Tornája is két részre vált. Szakadt, felső és alsó Tornyára. Felső Tornyára ez a rész, ahol most vagyunk. Itt a nemesek laktak, tehát és nyilvánvaló, hogy a nemeseknél ez másképp zajlott, és ugyanúgy, tehát itt elég sok kisnemesi falu volt a környéken, tehát itt nekik nem nagyon mondhatták meg, hogy mit tegyenek és mit ne tegyenek. A kelet felé tájolt, fallal körülvett régi templomot később többször felújították. Először 1786-ban, majd 1938-ban esett át jelentősebb felújításon. Ezt Tornaljai Zoltán szervezte meg, aki akkor az egyház főgondnoka volt. Tornaljai Zoltán már Budapesten végzi a műegyetemet, építész, aki többek közt a Vekerle telep építésében is részt vállal, Kós Károllyal jó barátságban van, és amikor Kós Károly úgy dönt, hogy hazatér Erdélybe, akkor a barátja, Tornaljai Zoltánt kéri meg arra, hogy bizonyos félben lévő munkáit a Vekerle telepen fejezze be. Ő ezt meg is teszi, és követi barátja példáját, ahogy Kós Károly hazatér Erdélybe, Tornaljai Zoltán is hazatér a szülőföldjére, Tornájára. És itt lesz a református egyháznak a gondoka, sőt, nem csak az egyháznak, a helyi egyháznak, hanem a gömöri református egyházmegyének, sőt, Trianon után a szlovenszkói Tiszáninneni egyházkerületnek is a gondnoka lesz. Komoly közéleti szerepet vállal. 1938. novemberében ő az, aki a magyar hadsereg képviselőit köszönti Tornáján, aztán ezt a közéleti ténykedését a háború után úgy köszöni meg az új hatalom, hogy gyakorlatilag agyonverték. A sebesülésébe, a betegségébe belehalt, és itt a templom mellett lévő kriptában temették el. Most ez a Tornaljai Zoltán volt az, aki a református templomot felújítatta, ő készítette, mint építész a terveket, és 1936-ban az ő tervei alapján újították fel a Tornaljai református templomot. A budapesti Vekerle telep építése során Kós Károly, miután Kós Károly megbetegedett és hazaköltözött Erdélybe, Tornaljai Zoltánt ajánlotta a illetékeseknek, hogy ő vezethesse az építkezést. Ki is nevezték az építés vezetőjének, illetve a Kós Károly tér egyes házszám alatt álló házat, azt történetesen Tornaljai Zoltán tervezte. Majd aztán a birtok irányítása érdekében hazaköltözött édesanyja hívására, és ő lett a református egyháznak a főgondnoka. A Tornaljai református templom legújabb kori felújítása 2016-ra esik, amikor egy teljes tetőcserén esett át. Mindezt a Teleki László alapítvány és a Rómer Flórister fedezte, amelyek a leginkább veszélyeztetett határon túli műemlékek megóvását segítik kisebb-nagyobb értékmentő beavatkozásokkal. 2016-ban a program segítségével még 7 másik felvidéki műemlék kapott támogatást. Persze ezúttal is izgalmas kérdés volt, hogy vajon maradtak-e itt meg freskók? Maga a templom a jelen formájában egy gótikus templom. Hogy milyen beavatkozások történtek az 1936-os felújításkor, nem tudjuk részleteiben, de alapvető beavatkozás nem történt. Ugye források utalnak arra, hogy ebben a templomban is voltak középkori freskók, mint minden gömöri gótikus templomban, de csak bizonyos utalások vannak rá, gyakorlatilag semmi nem látható belőle. Ami jelenleg a templomban látható, az a belső berendezés, elsősorban a kazettás mennyezet, ami 1768-ból való, több rokonfogalmazású mennyezetet ismerünk itt a közeli távolabbi környékről, főleg a Sajó völgyéből. A másik a szószék, ami ugyanebből az időből, tehát a 18. századból való, és a szószék fölött ott látjuk a Tornaljai családnak a címerét, amelyen az általuk épített és lakott vártorony látható. A logika egyébként az diktálja, hogy nyilvánvaló, hogyha
az összes környékbeli templom festett freskókkal rendelkezik, akkor miért pont ez a templom ne rendelkezne freskóval? Tehát nyilvánvalóan a vakolat alatt föllelhető. Tehát egyesek szerint, tehát, hogy akik hozzájutottak valamilyen feljegyzésekhez, hogy úgynevezett görög keresztek kerültek elő tehát a falról, hogy több mindent nem, de mivel Tornél Zoltán volt ugye már főgondok és eléggé határozott volt vallási kérdésben, tehát annak rendje és módja szerint levakolták és lefestették a falakat.